Sziasztok, izombolászok! Üdv a 26. napon a 30 napos kihívásunkból, és tudom, közeledünk a vége fele, de ne aggódjatok, emlékszek én, hogy ígértem nektek egy ajándékot, és ezt az ajándékot ti is már nagyon várhatjátok, mert az, hogy közeledünk a vége fele, nem feltétlenül rossz hír. Jön az ajándék, várjátok, de ma folytassuk az edzéssel, folytassuk szépen a zsírégetésünkkel. Megint intervall edzést csinálunk, tehát 30 másodpercekkel a gyakorlatokat, megint van 3 gyakorlatunk, és megint csinálunk 4 kört. Ma az első gyakorlatunk az a biciklizés. Azt már viszonylag régóta nem csináltuk, de szerintem emlékeztek rá, fekszünk a hátunkon, felhúzom például most a bal térdem, akkor oda megy a jobb könyököm, azok visszajönnek, és feljön a jobb térdem, és oda megy a bal könyököm, tehát így felváltva, és akkor hát úgy néz ki, mintha bicikliznék, csak hogy a hátamon fekszek. Na. Aztán már látjátok, hogy ott áll a szék, tehát szerintem mindenki sejti, mi lesz a következő gyakorlat, az a dips. Ismerjük, hozunk egy stabil széket, ami nem csúszik el, és akkor így szépen lemegyünk. És akinek ez túl nehéz, az közelebb is hozhatja a lábát. Magunkból hozzuk ki a maximumot, emlékeztek, ez a főszabályunk itt a 30 napban, magunkból a maximumot kihozni. És az utolsó gyakorlatunk, megint imádni fogtok engem, de kell egy gyakorlat, ami szépen felviszi a pulzust, és az ma a hegymászó lesz, tehát szépen megyünk le. Vigyázzatok, hogyha oda megyünk a szék, hogy ne rúgjatok bele, és a hegymászó úgy néz ki, felhúzzuk a térdünket. Ez a mai 3 gyakorlatunk, és szerintem mi akkor kezdhetjük is az edzést. Készüljetek, feküdjetek le a hátatokra, és kezdjük. Bicikli. Szépen húzzátok fel a térdet. Még 20 másodperc. Még 10 másodperc, ezt még mindenki bírja, gyerünk. 5 másodperc, készülünk váltani, felállunk, és jöhet a székünk. Szépen tricepsből felnyomni. Megvan a fele, szépen felnyomni. 10 másodperc hátra, gyerünk! Jöjjön be a vér a felső karunkba. Ez a célunk. Készülünk a hegymászóhoz. 2, 1. És fel a térddel. Szépen fel. Már csak 20 másodperc. Szerintem most már a hegymászó mindenkinek sokkal könnyebben megy, mint még az elején a 30 napnak. Úgyhogy már büszkék lehettek magatokra, de még van hátra 7 másodpercünk, aztán visszaáfekszünk a hátunkra. 3, 2, és... Úgy, megint fel a térde, és várj! Fontos, hogy lélegezzek, mert szerintem ezt mindenki magától is csinálja, de azért fontos mondani, valaki elfelejti, és az nem jó dolog. Már csak 10 másodperc. 5. Gyerünk, mindjárt megint jön a dips. Felállunk. És dips. Jöhet. Megint szépen le, és felnyomni. Már csak 20 másodperc. Mikor felnyomjuk magunkat, akkor nyomjuk ki a levegőt. 10 másodperc. Gyerünk, küzdj! 2, készülünk, hegymászó. És fel a térdre. Gyerünk. Megy az. Szépen fel a térdre, már csak 20 másodperc. 15, megvan a fele. És 10 másodpercünk maradt. Fel a térdre, gyerünk. 5. 2. És
Átfekszünk a hátunkra. Fel a térdel biciklizünk. Már csak 10 másodperc, gyerünk! Kettő, és váltunk! Fel a dipszhez! Húsz másodperc, gyerünk! Szépen felnyomni! Megvan a dipsz fele! 10 másodperc, égjen a kar, érezzük, ahogy jön be a vér, én is érzem ég, de már csak 2, és hegymászom. Szépen fel a térdel. Húsz másodperc, megvan a hegymászó fel, gyerünk, nem adjuk fel, fel a térdel. 7 másodperc hátra, küzdj, 5, gyerünk, szépen fel a térdel, és vissza lefekszünk. Gyerünk, csináljuk, megvan a bicikli fele, 10 másodperc, küzdjünk. Ez az utolsó biciklizés van. Adj bele mindent, hozz ki mindent magadból. Aztán most váltunk. Dipsz. Utolsó dipszkör. Itt is hozzunk ki még egyszer mindent. Szépen tricepskör felnyomni. Élvezzük, ahogy ég. 15 másodperc, gyerünk. 10 másodperc. Szépen felnyomni magad. Küzdünk, már csak 5 másodperc, jön az utolsó kör, hegymászó, gyerünk, és bemegyünk. Adjunk bele mindent, most már ez az utolsó menet ma az edzésünkből. Szépen fel a térdel, próbáljuk még egyszer picit gyorsabbak lenni, mindent kihozni, 15 másodperc, utána már nem kell, hogy legyen erőnk, 10 másodperc, most már gyerünk, adj bele mindent. Mindent, tempót, fel a térdel, sprintelj fel a hegyen, 2, 1, és kész a mai edzés. Hú! Köszi, hogy végigcsináltad velem. Amúgy sokan kérdezték már, hogy mi legyen az evéssel az edzés után. Együnk, ne együnk, mikor együnk legelőször, vagy... Ja, sokféle kérdés. Az én tippem az, mivel ez az edzés, talán már észrevettétek, hogy több ideig felviszi a pulzus, tehát még egy darabig az edzés után is fent még a pulzus, használjuk ki. Szóval az én personal tippem az lenne, hogy az edzés után még olyan 2 óráig, talán hogyha bírjátok, 3 óráig ne egyetek, vagy hogyha nagyon akartok enni, akkor ígyatok fehérje shake-et, az jó, valami whey, ami gyorsan bekerül a vérbe, és így gyorsan bekerül az izomba. Mellé egy banán, az lenne a tippem. Vagy ha tényleg rendeset akartok reggelizni, akkor ugye emlékeztek a fahéjas reggeli receptre. Ez a 3 lehetőség van. Találkozunk holnap a 27. edzésnél. Na csá!